Akkor sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Akivel nem tegeződnénk, elnézést kérek, erre a rövid időre tegeződni fogunk, aztán visszakapcsolhatunk a magázódásra. Megosztom a képernyőt. Látjátok, szerintem igen. Kezdjük egy vidáman induló történettel. <kül> a család elindult a Balatonra. Így van. A család elindult a Balatonra hétvégére, de egy beláthatatlan útkanyarban a szembe jövő teherautó áttért a menetirány szerinti baloldalra, és frontálisan ütközött a személyautójukkal. Apa és anya mind a ketten meghaltak. A két gyerek élte túl a balesetet, akik a hátsó ürésen voltak. Egyetlen egy élő rokonuk volt anyának a nővére, aki viszont előre haladott állapotú daganatos beteg volt. Nem volt más választás, ő vállalta magára, hogy a két gyereket felneveli. És három hónappal később az ellenőrzésen, a kontrollon megelapították, hogy nincsenek daganatok a testében. Ez a nő kapott az élettől egy komoly feladatot, és meggyógyította saját magát. Mi emberek képesek vagyunk saját magunkat meggyógyítani, ezzel a képességgel születünk. Csak a környezeti hatások, a helytelen táplálkozás és sok minden más ezt a képességet elnyomja. A ganoterápia egy holisztikus gyógyítási mód, és arra képes, hogy ezt az elfeledett, elnyomott képességet újraéleszti, és képesek vagyunk a ganoterápia segítségével saját magunkat meggyógyítani fontosnak tartom elmondani azt, hogy ki kell magunkat szakítani abból a tévhírből, bocsánat, abból az agymosásból, hogy nem vagyunk felelősek a saját egészségünkért, hanem hogyha valami elromlik rajtunk, akkor majd elmegyünk a házi orvoshoz, az megszerel, és onnantól kezdve minden halad úgy, mint azelőtt, ugyanúgy étkezhetünk, ugyanolyan életmódot folytathatunk, mint korábban. Felelősek vagyunk a saját egészségünkért, és ezt, ezt, a felelősséget nem kenhetjük rá senki másra. Én soha senkit nem akarok meggyőzni semmiről, de szeretném, ha mindenkiben tudatossá válna, hogy a saját döntéseiért ő fele, és a saját döntéseinek a következményeit neki viselnie kell, ez nem opcionális. És most következne ez a dia, kicsit korán kapcsoltam, de annyi baj legyen, a ganoterápia az egy holisztikus szemlélet. Mi nem ragadjuk ki a tüneteket az összefüggésekből, és nem is a tüneteket kezeljük, hanem a testet kezeljük. És aztán a test kezeli a saját öngyógyító mechanizmusaival, ha úgy tetszik, a betegségeket. Természetesen vannak különbségek a termékekben, vannak termékek, amelyek bizonyos környezeti hatásokat, vagy helytelen életmódbeli hatásokat jobban, gyorsabban kezelnek, másoknak ehhez több idő kell. Viszont így vagy úgy, hogyha elég nagy dózisban fogyasztjuk bármelyik terméket, meg fogunk tudni gyógyulni belőle. Dr. Lima modern ganoterápia atya ezt tanítja, és én hiszek neki, hogy nem annyira a termék az érdekes, hanem a dózis. És azért tartja ő a ganoterápiát a legegyszerűbb alternatív gyógymódnak, meg a legjobbnak is, mert nem tudunk vele senkit félrekezelni. A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy annak az embernek egy kicsit tovább tart, mire meggyógyul, vagy esetleg több pénzbe kerül, mert nem pont azt a terméket adjuk neki, vagy ajánljuk neki, amelyik arra a bizonyos panaszra a leghatékonyabb. Miért van egyáltalán szükség a gonoterápiára? <kül> <kül> Imádom azokat a hozzászólásokat a videóim alá, a közösségi médiában, amikor emberek azt írják, hogy ó, a nagyapám is, dohányzott, szalonnát nevett, pálinkát ivott aztán 90 éves korában ütötte el a villamos. Úgyhogy nem kell itt semmi táplálékkiegészítőt, meg ilyesmit fogyasztani, nincs rá szükség, mert az öregeink is milyen jó el voltak. <laughs> Ez egyetlen egy dia abból a tanulmányból, amit dr. Mára a professzort csinált a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, ő 66 és 90 között vizsgálta a haszonnövényeinknek a tápanyagtartalmát, tartalmát, vitamin tartalmát, ásványi tartalmát, nyomelem tartalmát, és az, ami itt látszik, az éppen a vitamin tartalom csökkenése, ugye a zöld oszlopok azok mutatják a 66-os értéket, ezt vette ő 100%-nak, és ahhoz képest a mellettük lévő pirosak mutatják, hogy 90-ben hol tartott ez, Na most én azt gondolom, hogy 90 óta ez a folyamat nem fordult vissza, sőt még az is lehet, hogy felgyorsult. Tehát egyszerűen én nekem ez a meggyőződésem, hogy csak táplálkozással, bármilyen gondosan járunk is el, nem tudjuk bevinni azt a vitamin mennyiséget, tápanyag mennyiséget, stb. amit az öregeink be tudtak vinni. Tehát ezért van egyrészt szükségünk a táplálékegészítőkre. Aztán van még egy másik dolog. <kül> ami szintén közben játszik, ez az életmódunk. Egyszerűen nem helyesen étkezünk, és nem olyan az életmódunk, amire mi teremtve vagyunk. Ez az emberi test, ez a mozgásra lett teremtve, arra van optimalizálva. Az ősember az egész nap mozgott azért, hogy a táplálékát összegyűjtse, és tudjon enni. Most ahhoz képest mi egész nap ülünk, nagy, nyilván tisztelet a kivételnek, de nagy részben nem mozgásra töltjük a napunkat. Ezért ez a, ez a test ezt, ezt azt csinálja, amire ő nincsen teremtve. És ezért gondolom úgy, hogy, hát meg nem beszélve itt ezzel a, erről a rengeteg környezeti ártalomról, a mérgekről, nem akarok belemenni olyan elméletekbe, hogy konteó vagy nem konteó, igaz vagy nem igaz, de én kamionsofőr voltam sokáig és a kamionosok viszik a, az árut egyik helyről a másikra. És amikor én fagyasztva szállítottam csontot mínusz 20 fokon a Nestlének Svájcba, és megkérdeztem, hogy ez minek kell nektek, akkor nevetve mondta a raktáros, hogy hát mit gondoltál, csokoládé miből készül. Tehát, hogy azért úgy mi látunk dolgokat, hogy ezek, <laughs> ez a dolog ebbe, ebbe az üzembe vajon minek kell, mi lesz belőle. Szóval én nekem nincsenek vérmes reményeink, hogy miket etetnek meg velünk, úgyhogy mi erről nem is tudunk. Szóval a lényeg az, hogy azért is szükség van ugye a táplálék kiegészítőkre, mert kénytelenek vagyunk a mérleg másik serpenyőjébe is tenni valamit, mert az egyik oldalába, vagy az egyik serpenyőbe a sok káros anyag, meg a helytelen életmód, meg minden, az bőven bele van rakva. <hül> Beszéljünk itt egy kicsit a ganoterápia történetéről ugye egy kicsit ismerem a marketinget, tudom, hogy egy jó marketinges mindent el tud adni. A sivatagban a homokot. És akkor előásnak a dzsungel mélyéről valami akármit, aminek még a nevét se ismerjük, és azt állítják, hogy na, ez a csoda gyökér, vagy ez a csoda nem tudom mi, ez mindent meg fog gyógyítani. De ez most tűnt fel. Na most a gonoterápia az nem most tűnt fel, hanem több ezer éve ismerik az emberek. Ö, a, tehát én különböző forrásokat tanul, találtam, hogy hány ezer éve ismerik, de az az első írásbeli ö, emlék a ganoterápiának, vagy a ganodermának a használatáról, az több ezer éves. Valamelyik kínai császárnak az orvosa írta ezt egy ilyen pergamentre. És talán érdekesség lehet, hogy a szomszédbe, vagyis nektek szomszéd, mert mi ebben az országban élünk, tehát Ausztriában, Öctában találták ezt a öcinek elnevezett ősember leletet, akinek a batyujában volt ganoderma gomba. Tehát ő is ismerte, hogy ez mire való, és én azt olvastam, hogy a Európában a középkorban a boszorkány égetések során, amikor a fűves embereket, fűves asszonyokat boszorkánynak kiáltották ki, és elégették, megégették őket, ezzel pusztították ki azt a tudást is, ami Európában is megvolt, amit most nekünk a távol keletről kell tanulnunk. De csak ez az oka. Tehát mi is ismertük a ganodermát. Tehát lényeg az, hogy ez nem valami új dolog, ez nem valami nagy szenzáció, hanem ez egy több ezer éve ismert dolog, amit az emberek használnak. A tudományos világ nagyon intenzíven kutatja a gyógygombákat, a ganodermát is, rendszeresen jelennek meg kutatási eredmények ezen a PubMed és hasonló portálokon, amelyik ilyen nagyon komoly ö, nyomtat, vagy olyan kutatási eredményeket jelenít meg, és ezzel kapcsolatban csak azt az egy dolgot szeretném megemlíteni, hogy nincsen olyan törvény, amely kötelezné bárkit, aki egy kutatást végez, hogy annak a kutatásnak az eredményét meg is jelentse. Tehát, hogy közkincsét tegyetett nyilvánosságra hozza. Nincs ilyen törvény. És az, aki finanszírozza a kutatást, nyilván van valamilyen anyagi célja, ő szeretne valamit eladni, amit a kutatás eredményének a segítségével könnyebben el tud adni. Na most, ha a kutatásnak az eredménye az, hogy ez nem segíti elő az ő pénzügyi vagy anyagi terveit, akkor az a kutatás bekerül a fiókba. Soha senki nem tud róla. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok kutatás eredmény van a ganodermáról, de annál sokkal több van, mint amihez mi hozzájutunk. Tehát, hogy ez a gomba sokkal jobb annál, mint amiről bizonyítékokat tárnak elénk. Ganoterápia négy alapelve. Ganoterápia azt tartja, hogy minden betegség visszavezethető két dologra. Az egyik toxinok, méreganyagok jelenléte, és ilyen tekintetben egy vírust is annak tekintünk, és vagy a szervezet egyensúlyának a felbomlása. Vagyis, hogyha méregtelenítem a szervezetet, és visszabillentem az egyensúlyba, akkor újra normálisan fog dolgozni. Második alapelv, hogy a ganaterma, a ganaterápia a testet kezeli, és nem a tüneteket, és a test az öngyógyító folyamataival aztán kezeli a betegségeket, a panaszokat. A következő a harmadik alapelv, hogy a reakciók. A reakciókat a test okozza, és nem a ganoderma. Tehát nem kell tőlük megijedni, mert a ganoderma, vagyis hát a szervezet nem károsítja saját magát. Vannak néha nagyon ijesztő reakciók. Én olyan ijesztőket is hallottam dr. Limnek az elbeszéléséből, amikor tényleg az ember fejvesztve menekülne onnan, hogy Isten őri, nem, nem, ne, ne tovább, mert ez borzalmas de a dr. Lim azt mondja, hogy nem kell tőle megérni, mert az, 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 jót fog jelenteni, hiába szörnyű, hogy valaki sugárba hány, nem kell megérni, az, az, abból, annak lesz egy jó eredménye a végén. És a negyedik alapelv, hogy a ganaterápiában a dózist, azt nem a betegség vagy a tünet határozza meg, hanem a betegnek az állapota. Az, aki még mondjuk minden különösebb gond nélkül el tudja látni a napi teendőit, be tud járni dolgozni, hát kicsit kellemetlen az a az a tünet, az a panasz, de el, tud, el tudja végezni a dolgait, annak kevesebb, kisebb mennyiségű dózis kell, mint az, aki már mondjuk fel se tud kelni az ágyból, annyira beteg. És ez is egy olyan dolog, amikor kérdezik tőlünk sokszor, hogy mit ajánlunk erre, vagy arra, vagy amarra, és hogy mennyibe kerül a termék. Oké, én tudok mondani egy árat, de a dózis nélkül azzal mit kezd? Tehát ahhoz meg, hogy ő neki mennyi kell, ahhoz meg nekem tudnom kellene az ő állapotát. Na mindegy, tehát ebben most nem megyünk bele, de ez a lényege. Ez volt a negyedik alapelv. A ganoterápiának van öt szakasza, ez van a dián, rajta van. Ugye az egyik érdekes dolog a szkennelés, ez az egy és 30 nap közé, közé eső rész, ez egy azért érdekes, mert többen jelezték már ezt vissza, hogy amikor mondjuk tíz évvel ezelőtt volt nekik valami panaszuk, mondjuk refluxuk volt. Azt kikezelték, az rendben van már, nagyon régóta, nem nincs nekik ez a panasz, és elkezdik fogyasztani a ganodermát, és akkor néhány napig egy refluxhoz hasonló érzésük van, nem olyan durva, meg nem fáj annyira, meg stb. De úgy jelzi a ganoderma, hogy kipipálja, hogy oké, okay, megvan. Tudom, hogy itt neked volt egy problém. Aztán ugye a többi a sejtméregtelenítés, a testrendszerek beszabályozása, az ellenálló képesség kiépítése, és aztán a visszafiatalodás, tehát itt látni azt, hogy azért az igazi komoly eredmények azok később következnek, mert nem néhány hét fogyasztás után. Ezt én ahhoz tud, szoktam hasonlítani, amikor egy fiatal ember mondjuk elkezd sportolni januárban, az nyáron még nem fogja megnyerni az országos bajnokságot, vagy az olimpiát, de lehet, hogy öt év múlva, hogyha nagyon szorgalmasan edz, akkor igen. Tehát ugyanígy van, hogy a testünk fogja kezelni a mi bajainkat, tehát a testünket előbb meg kell edzeni, egy olyan állapotba kell hozni, amikor ő már ezt el tudja végezni. A, térjünk rá egy kicsit a DXN-nek a termékeire, amit a gonoterápiában használunk. Ugye a legfontosabb, ahonnan ez a az alternatív módszer a nevét is kapta az a Ganoderma gomba. A DXN két különböző készítményt készít ugyanabból a gombából. A GL, a ganocélium, a ganocélium ugye az egy fantázia szó, ganoderma micélium abból származik, ez a ganoderma gombának a 14 napos gomba fonalaiból készül, amikor még a gombatest nem jelenik meg ezen a szövedéken. Az én tudomásom szerint ez nem egy egyszerű eljárás, a micéliumból kivonatot készíteni. Nem tudom, hogy nagyon sok cég lenne, aki erre képes. A DXN igen. A másik pedig a, az RG, azt úgy hívjuk, az pedig az érett három hónapos ganodelmából készül, és a DXN-nek az eljárása, amiről majd később szó van, az nagyon jó minőségű kivonatot eredményez. De erről nem most akarok beszélni, hanem majd később. Kezdjük az elsővel, a GL-lel, ami a micéliumból készül. A legfontosabb hatásai itt vannak a dián, akár föl is olvashatnám, de szerintem ennél érdekesebbet is tudok mondani. Hogyha valaki például daganattal e, keres meg, akkor mindig az első a GL, és hozzá nem is kis adagban. Azt mondják a malájganoterapeuták, akiktől mi szerintem valamennyien tanulunk, hogy megadózisra van szükség, amikor, ne, amikor már valakinek diagnosztizált daganata van, és a megadózis az bizony 30 kapszula lenne naponta. De hát nagyon kevés embernek van ilyen rengeteg pénze, ami egy hónapra, csak egy hónapra, és még egy hónap alatt nem biztos, hogy meggyógyul. És én azt szoktam mondani, hogy 10 kapszula alá nem menjünk. Mert ha 10 kapszula alá megyünk, akkor annyira bizonytalan már, hogy hát akkor már csak a jó Isten kezében vagyunk, hogy ő meggyógyul, vagy nem. Tehát én azt mondom, hogy 10 kapszula, vagy kettő kis adagoló kanálka a porból, a GL porból. A másik az RG, teljesen más hatása van, a legjelentősebb hatása a méregtelenítés. Itt is fenn vannak a főbb hatásai, de az RG az, amivel úgymond vigyázni kell, hogy ha valaki elkezdi szedni, akkor nem szabad mindjárt egy marékkal beszórni, és akkor úgy kezdeni ezt az egészet, mert méregtelenítő tünetek lehetnek. Ez fejfájás, hasmenés, kellemetlen erőszagú izzadság, rossz közérzet. Ez mind amiatt van, hogy az ergé az a test szöveteiből kioldja az ott elrakott mérgeket, amiket a szervezet jellemzően zsírmolekulákkal rak körül, hogy ne okozzanak gondot. Például ezért van az, hogy sikeres fogyókúra nem nagyon képzelhető el méregtelenítés nélkül, mert a szervezet vissza fogja tartani a zsírt, hogy azok a méregmolekulák be legyenek szépen csomagolva. Tehát lényeg az, hogy onnan kiszedi az RG ezeket a mérgeket, és beküldi a véráramba, mert onnan tudja majd csak a szervezet kidobni, és addig, amíg az a véráramban kering, addig bizony okoznak ilyen tipikus méregtelenítési tüneteket. És ezért mindig úgy szoktuk javasolni, hogy az első héten csak napi egy kapszulával szedjenek az emberek, nézzék meg, hogy van-e ilyen méregtelenítő tünet, nem feltétlenül kell, hogy legyen ez attól is függ, hogy hogy táplálkozik, mennyi adalékanyagot teszik meg, mikor méregtelenített valaha az életében utoljára, vagy hasonló, és aztán meg kell próbálni a második héten megemelni kettőre, és így tovább. Tehát ugye szépen fokozatosan kell, mert előbb-utóbb, is néhány hét után kitakarodik ez a méreg a szervezetből, és akkor onnantól kezdve már általában párban javasoljuk a GL-t és az lg fogyasztani, mert ellenkező, vagy nem ellenkező, különböző hatásaik vannak, de egymás hatását felerősítik. Ezért nagyon klasszul játszanak egy csapatban, ha úgy tetszik. A következő a spirulina. Ugye a ganadermáról azt szoktuk mondani, hogy a gyógynövények királya azzal együtt, hogy a gombák azok nem növények, azok nem állatok, nem növények, ők gombák, de mindegy. És a spirulina viszont egy növény, egy alga, ő pedig a gyógynövények királynője, ha így tetszik. Itt is itt vannak a legfontosabb hatásai. És amit én általában kiszoktam emelni, hogy nyugodtan bárki kipróbálhatja a spirulinát, amit kap a boltba, a biobólba, vagy lehet, hogy már a piacon is lehet kapni, nem tudom. Mert a dx nél olcsóbbat lehet kapni, jobbat szerintem nem. És próbálja ki, nézze meg, hogy Mit érez akkor, amikor azt a másikat szedi, meg mit érez, amikor a miénket? Például rengetegen keresnek meg vérszegénységgel. Szegénykéim szedik ezt a vastablettát, amit kapnak a házi orvosuktól, van tőle, vagy beépül a vas belőle, vagy nem. Szóval, és akkor mondom, hogy ember, hát miért nem szed spirulinát? Annyira gyorsan megoldja az ilyen problémákat. És ami még egy nagyon érdekes tulajdonsága a spirulinának, hogy az összes eszenciális aminosavat tartalmazza. Azok, az aminosavak a fehérjék gyártásához kellenek, a fehérjék pedig a sejtjeinknek a megújításához. És az eszenciális aminosavak olyanok, amiket a mi szervezetünk nem tud előállítani, azt csak a táplálékból tudjuk felvenni. Ugye a márai doktornak a, a kutatására vissza gondolva nagy valószínűséggel azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket mi eszünk, nem feltétlenül tartalmazzák az összes eszenciális aminosavat. A spirulina meg igen. És hogyha valamelyik hiányzik, valószínűleg a szervezet akkor is összarakja a fehérjéket meg a sejteket, de olyan lesz, mint amikor egy puzzle úgy raksz össze, hogy három kocka hiányzik belőle. Nem lesz tökéletes. És akkor keresi a házi orvos, hogy miért van neked az a panaszod, semmit nem talál, de hát lehet, hogy annak az az oka, hogy a valamelyik szervetben túlnyomó részt olyan sejtek vannak, amelyek nem tökéletesek, mert valami hiányzik belőlük. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki szedi a spirulinát, legalább ebben a tekintetben nyugodtan hátradőlhet, hogy az rendben van. Az a gond, az már biztos, hogy nem játszik be. A következő, nagyon-nagyon fontos ez is, a kordiceps vagy hernyógomba, a főbb hatásai rajta vannak a dián, a legjellemzőbb és a legmarkánsabb tulajdonsága a teljesítményfokozás, a mikrokeringésnek a, a, kezelése vagy rendbetétele, amit ugye rögtön észre szoktunk venni, hogy ugye a teljesítményt fokozza. Nekünk van olyan ismerősünk itt Szentpöltemben, hogy Iron Man, Iron Woman, tehát ha ők elhívnak egy kicsit biciklizni, akkor vigyázni kell, az legalább 70 kilométer, azt meg kell gondolni. És akkor ők mondták, hogy a kerékpárnak a kis számítógépén látszott. Egyszerűen ők mérni tudták azt, hogy amikor a kordicepszet szedik, akkor sokkal nagyobb a teljesítményük. Én, amikor ezt szedtem, elkezdtem szedni, <laughs> akkor köhögtem. Mindig, amikor szedtem, ilyen kúraszerűen szedtem, akkor köhögtem. De hát, ha végig gondolja az ember, én 36 vagy 37 éven keresztül az autópályán éltem, mint kamionsofőr, és valószínűleg ott a legnagyobb dózisban, a levegőben az azbest, a kátrányok a korom, meg a nem tudom micsoda, és szépen lerakódhatott a, a hörgőcskékbe, és azt onnan valahogy ki kell dobni. Ő a tüdőnek egy extra védelmet nyújt, azon kívül a szívnek és a májnak, és azt csak úgy lehet kidobni onnan, ha felköhögöd. Tehát, hogyha valaki elkezdi szedni, esetleg számíthat köhögésre. Én úgy szoktam javasolni, hogy például tüdőráknál és merráknál ez ilyen extra jó hatású, és ezt ilyen a GL mellé még szoktam javasolni, csak mindig azt mondom, a páciensnek a családtagjának, mert általában azok szoktak megkeresni, nem a páciens, hogy azt kellene belőni azt a mennyiséget, amitől nem köhög 024 ben a szerencsétlen tüdőrákos, de azért szedje minél többet a kordiszebzből, hogy a hatás, a, a, a daganat elleni hatása az, azért működjön. Ha már kordiceps, ugye akkor ne feledkezzünk el a kordipány italról sem. Van, aki nemes egyszerűsége varázsitalnak hívja, ez erjesztett ananászlé hernyógomba kivonattal. Ugye megint a DX-en különlegessége, hogy nem tudni, hogy hogy teszik bele a hernyógombát, de ez nem ülepszik le az üvegnek az aljára. Nem tartom kizártnak, hogy már a fermentálás előtt beleteszik az ananászlébe, és együtt fermentálódik a gomba és az ananászlé, ami egy óriási dolog egyébként, ha ez így van. Nyilván nem mutatják meg senkinek, hogy hogy csinálják, mert a gombát fermentálni azért az nem tudom, sikerül-e bárkinek. <coughs> Erős gyulladás csökkentő hatása van. Tényleg úgy van, hogy, hogy van, amikor szinte napok alatt képes megszüntetni makacs évek óta fennálló mondjuk izületi gyulladást vagy hasonlót. Az érhálózatnak egy nagyon jó tisztítója. Én azt tanultam róla, hogy a plakkokat leolja az érfalaknak a felületéről, ezáltal ugye tisztítja az ereket, a szűkületeket megszünteti. Állítólag vérhígító hatása van, én valószínűleg lakó vagyok, mert rám ilyen hatása nincsen, pedig nem keveset fogyasztok belőle, de minden esetre, aki elkezdi fogyasztani és vérhígítót is kell szednie, mindig azt javaslom, hogy menjen el az orvossal, csekkoltassák le a vérének a viszkozitását, hogy nehogy túlhíguljon ezáltal. Bár mondom, hogy érem ilyen hatása nincsen. Egy érdekesség a kordipánal kapcsolatban, és az, az alátámasztja azt, amit dr. Limtől ugye tanultam, hogy nem a termék az érdekes, hanem a dózis. Nekem például volt olyan hogy a stóm, aki megkeresett, prostata gyulladással. És én ezt javasoltam neki, meg a póriát, és egy olyan két hónappal később keresett megint, mondta, hogy szuper, prostata teljesen rendben van, és egyébként ő tizen akárhány éve inzulinos cukorbeteg, és képzeljem el, hogy arra is olyan hatással volt, hogy kevesebb inzulint kell magának beadnia, mert egyszerűen nem szükséges. Na most a kordipány az egy eléggé édes, cukros ital, olyasmi, mint egy szörp. Ha én tudom, hogy ő inzulinos cukorbeteg, nem biztos, hogy mertem volna neki javasolni. És lám, ez a cukros ital a cukorbetegséget is előnyösen befolyásolta. Szóval ennyit van az terápiáról, hogy ez milyen jó. Következzen az oroszlán sörénygomba, süngomba, majomfejgomba, ez ennek a legésleg leg érdekesebb tulajdonsága ugye ez a véragygáton való áthatolási képesség. A véragygát az egy sűrű fehérje háló az agyhajszerelében, és az a hivatása vagy az lenne a feladata, hogy megakadályozza az agynak a káros. Tehát hogy, hogy káros vagy kártokozó molekulák átjussanak rajta ez egy nagyon sűrű szövésű háló, és csak nagyon-nagyon pici molekulák férnek át. Ugye én úgy hallottam, hogy az ideggyógyászoknak ez a rémálma, mert ők hiába tudják, hogy mit kellene bejuttatni az agyba ahhoz, hogy például a Parkinson, Alzheimer és a többi ehhez hasonló betegségnek a visszafordítsák vagy csökkentsék az előrehaladását, nem megy át a véragygáton. Viszont a süngombának a hatóanyagai igen, és ezeknek a degeneratív betegségeknek az legfőbb oka, hogy az idegi növekedési faktor, ami egy fehérje, ennek a termelődése lelassul, vagy leáll az agyban, és a süngombának a hatóanyagai képesek ezt újraéleszteni, és újra serkenteni ennek a fehérjének a termelését. Nekünk is van olyan fogyasztónk, egy parkinzonos idősebb hölgy, aki egy olyan fél év alatt körülbelül a napi négy tablettáról most már a nyolc tablettáig emelte fel az adagját, mert látja, hogy használ, és a múltkor beszélgettünk talán egy hónapja, és mondta, hogy már nem kell bot ahhoz, hogy ő járni tudjon. És azért azt el lehet képzelni, hogy egy parkinzonos betegnek ez egy óriási könnyebség, amikor felfelé megy. Van olyan demens idős bácsi, aki úgy járt el a boltban, hogy egy cepére fel volt írva, hogy mit rendeljen, illetve mit vásároljon, és azt ő neki, ő átadta a, a pénztáros nőnek, az összepakolta a kosarába, kifizette, és hazatalált. És amikor elkezdte fogyasztani a, a süngombát, akkor néhány hónappal később már beszélgetett a hölgyekkel, és el tudta mondani, hogy mit akar vásárolni, nem kellett a cetli. Szóval én azt gondolom, hogy ez, ezek nagy dolgok. Nem részletezem, hogy mire jó még a süngomba, mert itt fogunk lenni éjfélig. A következő a pória, akit én úgy nevezek, hogy az áramlások doktora, mert minden olyan szervnek a kezelésére jó, amelyiknek valami köze van az áramlásokhoz, úgy, mint a nyirokkeringés, vízháztartás, vizeletkiválasztás, tehát jó a vesére, a prostatára is szoktam ajánlani. A póriáról azt kell tudni, hogy nagyon lassan építi fel a hatását, tehát nem páros lábbal rúgja be az ajtót, hanem szépen lassan. Viszont nagyon tartós az a hatás, úgyhogy én azt szoktam javasolni mindenkinek, aki elkezdi fogyasztani valamilyen panaszra, hogy legalább a napi egy mérőkanáka, akkor viszont a három dobozka kell egy hónapra, mert én 11 mérőkanálnyi port számoltam ki, hogy egy-egy dobozba annyi van. Ugye én ezeknek a, a porki szereléseknek mindig a térfogatát számolom, soha nem érdekel, hogy hány gramm, mert mindegyiknek más a fajsúlya. Aztán essen szó a morinzi italról is, amelyik a noni nevű gyümölcsnek a, a leve, és ebben van szudáni hibiszkusz is, ugyanis a tudomásom szerint ez a noni, ez eléggé büdös és eléggé rossz ízű, amikor megérik, úgyhogy ezt így nem nagyon szereti senki fogyasztani. És gondolom, hogy ha a szudáni keverik, akkor lesz olyan íze, amit én szeretek, tehát én nagyon szívesen iszom töményen is, mint a feleste, amikor az ember becsapta annak idején, faluhelyen. Én minden olyan, minden olyan ö, se, ö, szervre javaslom, amelyiknek köze van a hormonháztartáshoz. A legerősebb anti-aging hatású növény a noni, és nagyon erős a fájdalomcsillapító hatása. Én azt olvastam róla, hogy 70-80 a a morfiuménak. Nem tudom mennyi a fájdalomnak a mi a mértékegysége, és nem tudom, hogy lehetett megmérni, viszont nekünk van egy olyan ismerősünk, aki gerincvelőgyulladásos. És ez egy elég fájdalmas betegség, ő ágyban fekvő beteg. És mi adtunk nagyon sokáig, azt hiszem, három ilyen hirdeti süveggel havonta, tehát így ajándékba. És egy idő után már úgy mondta, hogy olyan ciki neki, hogy mindig adjuk meg minden, hogy á, fáj ez, hagyjuk és aztán eltelt egy hét vagy kettő, amikor elfogyott a morinzia, és akkor utána írt ránk, hogy mégiscsak kell, mert akkor is fáj, ha a morinzi, de nem annyira, mint hogyha nem. Tehát ez számunkra bebizonyosodott, hogy valóban jó a fájdalom ellen a morinzi is. Aztán itt egy diára föltettem, mert nem akarom túl sokáig húzni az időt, ezen rajta van a fekete kömény, az androgyi és a panadermás rizsecet, Tényleg nem akarom nagyon sokáig húzni, mert ezekről is lehet ám sokat mesélni. Én az ecettel fogytam 23 kilót tavaly, most már tavaly előtt. És az ecetről, hogyha szétnéztek a YouTube-on például, én sajnos csak angol nyelvű videókat találtam, ahol orvosok elmondják, hogy a diabétesz lehet vele kezelni. Az ecet lassítja a cukorlebontó enzimeket, és gyorsítja az agynak és az izmoknak a cukor felvételét. Ugye ez azt eredményezi, hogy az embernek a vércukor szintje nem lesz ilyen, mint a hullámvasút, hanem viszonylag stabil marad, emiatt elmaradnak az ilyen éjségrohamok, elmarad az, hogy jaj, valami süteményt, vagy valami csokit nagyon kéne enni, és így lehet fogyni, hogyha az ember odafigyel, hogy csak akkor eszik, amikor éhes. Az androgyit mi legelőször arra használtuk, hogy nagyon jó csökkenti az ilyen megfázásos influenzás tüneteket, de, 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 brutálisan. Tehát amikor az ember így érzi, hogy ú, kapar a torkom, picit fáj a fejem, á, valami, valami nem lesz jó, mert ezt ugye érezzük, na akkor el kell kezdeni ilyen háromszor négyet, háromszor ötöt is akár naponta, és akkor két-három nap alatt körülbelül az influenza járványnak annyi is, úgy, hogy nyugodtan el tudsz járni dolgozni, és nem azért, hogy lefertőzd az összes többi embert ott a környezetben, hanem egyszerűen bírod, tehát nem, nem ágyba fekve töltöd azt a három napot sem. És a fekete köménynek is nagyon sokféle jó hatása van. A valamelyik szultánnak az orvosa mondta ezt a legenda szerint, hogy csak a halál ellen nem ö, orvosság, de amire mi nagyon sokszor használjuk allergiáknak a csökkentésére, bármiféle allergia, és segíti a felszívódást a, a, a BR rendszerben. Tehát ezekre. Miért jobbak a DXN termékei, mint bármi más? Ugye én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos rész, mert ilyen nevű termékeket lehet találni a bioboltban is. De mi a különbség? Én azt szoktam mondani, hogy a ganadermából kivonni a hatóanyagokat, az egy hangyányival nehezebb, mint a krumpliból krumplifőzeléket főzni. Szóval ehhez már érteni kell, amikor a ganaderma gombát elkezded őrölni, ez egy olyan ez egy farontó fa gomba, vagy minek nevezik, ez egy fán élősködő gomba, ugyanolyan kemény, mint a fa. Úgyhogy ezt így nem lehet megenni. És amikor az ember elkezdi őrölni, most elfelejtettem idehozni, én kaptam valakitől olyan őrleményt, ami, hát így a ganadermából készült, olyan, mint a vatta. És a vattát nem tudod őrölni. Tehát ezért kell egy nagyon jó technológia, amivel ebből a gombából ki tudod szedni a hatóanyagot. A DXN-é az olyan, egy több fokozatú nanoörlőnek a segítségével nanoméretűre tudják őrölni a részecskéket, és ki tudja választani, külön tudja választani a balasztanyagokat, a rostanyagokat a hatóanyagoktól. Úgyhogy a spórát képes fölnyitni a spóra tokot, és abból kiveszi a pici spórát. Megjegyzem, hogy nagyon fontos az, hogy a spóra benne legyen abban a készítményben. Az olyan, mint a autó, autó, autószerelő a szakmám, tehát olyan, mint a turbó feltöltő a, az autóba. Tehát így megsokszorozza a teljesítményét. És a DXN-nél, ahogy a diára is ráírtam, 20 kg gombából készül 1 kg kivonat. Én elég alapos ember vagyok, meg elemző típus, úgyhogy én utána néztem, hogy a neten mit találok erről a konkurenciánál. És egyetlen egy német céget találtam, ahol azt írták büszkén a weboldalukon, hogy náluk 5 kg gombából lesz 1 kg kivonat. Erről senki más egy megveszekedett szót nem írt. És én azt gondolom, hogy ez erre azért büszke lehet lenni. Tehát, hogyha én tudnám ezt, mint gyártó, biztos, hogy kiírnám a weboldalamra. Hogyha ők nem írják ki, akkor vélhetőleg ők egy az egybe ledarálják, vagy kalapáccsal szétverik, nem tudom, hogy hogy. Szóval amikor az árakat is összehasonlítjuk, akkor szorozzuk már meg az összes árat 20 mert a DXN-é az 20-szor töményebb. Ja, és még egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, mennyire közismert az, hogy a gombák azok 30-szor annyi anyagot, tápanyagot és káros anyagot szívnak föl a talajból, amiben növekednek, mint a növények. 30-szor annyit. Én tudok olyan embert, aki talajtisztításra használja a gombát, tehát egy olyan talajt, mondjuk, amely gyár uh, udvar volt valamikor, és azért szennyezett meg minden, az gombás porával beülteti, és természetesen a gombákat, amik ott kinőnek, azt eltüzelik, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, nem eszik meg. És így lehet az talajból kiszívni azt a sok mocskot, ami már ott belekerült. Tehát ezért nem mindegy az, hogy az a ganoderma, amit a polcról leveszünk az üzletben, az milyen talajon nőtt. És próbáld már meg te is a kezedbe tartott dobozról ezt kideríteni. A DXN-nél lehet tudni, hogy hol készül, meg lehet látogatni a gyárat, majd erről lesz még szó. Nem titok. Nekem volt olyan érdeklődőm, aki azért választotta a versenytársnak a termékét, mert az nem csak gonoderma volt, hanem mit tudom én, még bokorgomba is. Most ez... Az, hogy a bokorgomba az jó, hogy benne van, vagy nem jó, azt én nem tudom. Lehet, hogy ő se tudta. De mi van akkor, hogyha az csak azért volt hozzákeverve, hogy olcsóbb legyen az egész por? Mi van akkor, hogyha nem bélszínből csinálom a húspogácsát, hanem a fele bélszín, a fele meg ledarált csirkebél? Akkor azt mondom, hogy az jobb, mert abba csirkebél is van, nem csak, nem csak bélszín. Tehát én számomra ez egy marketing búsít, amikor ilyeneket mondanak, a dx nem szokta keverni a különböző gombaporokat. Én azt gondolom, hogy ennek terápiás oka van. Mert ha már eleve készítettem valamilyen arányba egy keveréket, akkor azt már tovább nem tudom másképp adagolni, mert az kettő össze van keverve. És azért, én azt gondolom, hogy a dx azért van az, hogy itt külön van a süngomba, külön a pória, külön a ganaderma, külön a többi. Ja. Az meg nagyon vicces, hogy van olyan hazai gyártó, aki a saját videójában büszkén mutogatja, húzgája így az ujjával, a, a polcokat, hogy itt milyen finom por van ez belepi, ez a finom por, ez a ganadermának a spórája. Hát olyan helyről ne vegyél ganaderma kapszulát, ahol a spórája már ki van dobva a levegőbe, mert az, ahogy már mondtam, fele annyit éri, mint az, amelyikben benne van a spóra. Most ezek a saját érveim voltak ezzel kapcsolatban, de vannak itt néhány igazán rangos certifikátok is, hát ilyen minőségi igazolások. Sajnos itt is az a gond, hogy amikor egy átlag ember bemegy egy boltba, akkor ő azt keresi, hogy bio. Hát a bio az rá van írva mindenre, de az pontosan annyit ér, mintha én úgy mennék állásinterjúról, hogy én már szobatiszta vagyok. hát Én nem az. Tehát ez melyik nem bió. Mindegyik az. Felhívnám a figyelmet olyan minősítésekre, mint az ISO 14001, amelyik egy, egy környezetvédelmi minősítés. Például a DXN-nek igazolni kellett, ami nem volt könnyű, de igazolni tudták azt, hogy az a ganaderma, az az öt vagy hat fajta, amit a DXN termeszt, az élőfát nem támad meg, csak elpusztult fát. Különben nem engedték volna a dzsungel szélére azt a farmot, hogyha félni kellett volna attól, hogy a félerdőt elpusztítja a kiszabadult spóra. Az ISO 17025-ös az meg egy olyan minőségi igazolás, amelyik a laboratóriumnak, a minőség ellenőrző laboratóriumnak a létező legmagasabb minősítése. Ugye doktor Lim azt szokta mondani, hogy az, akinek nincs ez meg, az ne beszéljen már a minőségről. Ez pont olyan, mintha a rendőr téged úgy akarna megbüntetni gyorshajtásért, hogy így szemre, hogy ő szerintete te 60 nal mentél. Mi is elvárjuk, hogy legyen már egy lézerpisztoly a kezedbe, hogyha engem meg akarsz büntetni, és azzal igazolt, hogy én gyorsabban mentem. Aztán van itt egy olyan, hogy GMP, <laughs> ugye erről van olyan DXN-es, aki ilyen auditor, tehát élelmiszeripari cégeket ellenőriz, a GMP az egy tisztasági minősítés. Akinek ez megvan, az gyógyszert is gyárthat, mert akkor a tisztaság, ő mondta el azt, hogy nekik van egy ilyen papírhoz hasonló indikátor, amit húzgálnak a falon, a padlón, a plafonon, mindenhol, és nézik, hogy elszíneződik, hogy jó-e a szín, vagy nem. És ha nem jó a szín, akkor ugrik a minősítés. Tehát ez egy elég szigorú dolog. És akkor még egyet mondanék, ez a TGA, ez a, az Ausztrál Egészségügyi Minisztériumnak a listája, amire olyan termékek kerülnek fel, amelyek terápiára alkalmazhatók. Nem hiszem, hogy van olyan magyar gyártó, aki ezen a listán rajta van, a DXN meg igen. Tehát, hogyha minőségről beszélünk, szerintem a DXN után hosszú szünet van, és utána jönnek majd a többiek. Személyes meggyőződés, tehát ugye vannak ezek az igazolások, de nekünk most szerencsénk volt októberben eljutni a farmra, és megnéztük, szétnéztünk, és ezt bárki megteheti, tehát az a farm az nem titkos, nem úgy szokta a DX-en tálalni, hogy Kelet-Ázsia legtisztább területén, és még a repülőgép se repül el fölötte, mert akkor a nagy a tisztaság. Nem, azt lehet tudni, Gitrába van a farm, oda lehet menni, és be lehet menni, meg lehet nézni. Én nekem ez sokkal többet jelent, mint ezek az ilyen nagy marketing búsitek. Én most szeretnék itt levetíteni egy kis filmet, ezt ott csináltuk a farmon, és közben elmondom, ha sikerül ezt elindítani, hogy mi az, amit figyelni kell. Ennek szándékosan nincs hangja. Nézzétek meg, hogy itt van egy automata gép, amelyik tölti a kávés tasakokat, és azt egy ember szedi el a gép alól. Mindjárt következik a másik másik terem. Ott lehet látni, hogy ezek az asszonyok, ugye jön ki a gépen a tasak, ami megtölti a kávét, ők alátartják ezt a nagyobbat, mert most már nem dobozba van, hanem ilyen nagy zacskókban. Aztán ott a fürdőszoba mérlegen, most csak hülyeskedek, de mérlegen megmérik, hogy mennyi van benne, és ő mechanikusan a kezével tolja alá a gépnek, ami lesüti. És egyszer kérdeztük dr. Limtől, hogy Hát miért nem képesíti ezt az egészet? Tehát manapság nem igaz, hogy nem lehetne ezt úgy gépesíteni, hogy az egyik oldalon beöntik a kávét, másik oldalon meg jön ki a, az egész. És akkor azt mondta, hogy és ezekkel az asszonyokkal mit csinálják? Küldjem el őket. Tehát a dx ennek a szellemiségéhez az is hozzátartozik, hogy ő azon a területen munkát ad ezeknek az embereknek, és bár valószínűleg olcsóban tudná gyártatni, vagy gyártatni, hogyha minden automatizálva lenne, de ő nem akar. Ő neki szempont az, hogy az embereknek munkát ad. Én nekem ez egy jó érzés. Itt van a másik, a sunya kimono, vagy Sunya kimono. Hát akik az utóbbi időben látták dr. Limet különböző helyeken fellépni, azok látták, hogy ő mindig ebbe a kimonóba jön. Még a 30. születésnapon is egy olyan limuzinból szállt ki, hogy <laughs> nem tudom hány méteres hosszú volt, hogy hány köbméter volt az egész limuzin, de egy ilyen kimonóba szállt ki belőle. Mondjuk ez hozzátartozik ahhoz a fajta meditációs technikához, amit dr. Lim tanít, de itt most csak a kimonóról szeretnék beszélni, ennek az a sztoria, hogy Indiában egy bizonyos területen, amelyik gyapott termesztésből élt, ott nem vették át a nagy gyártók a gyapotot egy idő után, mert nem volt rá szükségük, és erről dr. Lim tudomást szerzett, és most a DX-en palántákat, palántákat ad ezeknek az embereknek, és amikor ők felnevelik a növényt és leszületelik a termést, akkor a DX-en átveszi, és abból készülnek ezek a kimonók, amelyek fenn vannak a webáruházban, sajnos nem az én méretemben, mert ezek ugye ázsiai méretek, de ezt meg tudjuk vásárolni, és ha jól tudom, még pontértéke is van ezeknek. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy jó példa arra, hogy ennek a cégnek és a cégvezetőjének ilyen a, hozzáállása az emberekhez. A dr. Lim a IMSAM nevű szervezetnek a jószolgálati nagykövete, ugyanis nem régen elindította ezt a programot, amit mi magyarul vagy magyarosan csak odocnak nevezünk, ez a One Day One Child, egy nap egy gyerek program, hogy azokon a területeken, ahol nincs elég élelmiszer, az ott élő gyerekeket táplálja a dx spirulinával, a spirulina azt nem mondtam, amikor róla volt szó, de ez egy szuper élelmiszer, ami azt jelenti, hogy ha csak ezt az élelmiszert fogyasztod, akkor sem lesz semmi bajod. Egyébként az egyoldalú táplálkozás az egészségtelen. Kivéve, ha szuper élelmiszert fogyasztasz. És ez annyiban van összekapcsolva velünk is, tagokkal is, hogy nekünk is lehetőségünk van az e ezen a belső felületen ajándékot, tehát adakozni, és hogy ha én 10 eurót adakozok, akkor a DX-en 10 eurót tesz hozzá. Ha százat, akkor a DX-en százat tesz hozzá. Tehát egyrészt nekem ez egy jó érzés, hogy tudok segíteni, másrészt tudom biztosan, hogy az a pénz arra megy, amire én ezt szánom. És én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó, nagyon jól mutatja a dx a szellemiségét. A dx az ilyen nagyobb természeti katasztrófák esetén ugyanezt alkalmazza, hogy akár mekkora összeget is ajánlanak fel a tagok, ő azt megduplázza, és az az összeg megy azon a területen segély, segélyszállítmány gyanát. Itt van végül is a ganoterapia összefoglalása, mert elérkeztünk a végére. Fogalmam sincs, hogy mióta beszélek, mert elég hosszú ideje, 46 perce. De ez egy ilyen téma, és így próbáltam attól függetlenül még tömöríteni, és bár Judit azt írta itt a Facebook oldalon, hogy még az ASP-ről is szó lesz, de arról már csak csütörtökön. Azt is én fogom tartani. Örülök, hogy meghallgattatok, és ha valakinek van kérdése, akkor arra is nyitott vagyok, én ráérek, de a felvételt én azt hiszem, hogy most leállítom. Rájövök, hogy hol kell.